még megtörjük itt a ladás vonalat, és jön egy Skoda Fabia R2. Benne egy régió cimbora. Rodon Ákos és Pásztor Tamás. Ákos, mi itt a cél a ladák között ezzel a kis autóval? Ugye egy picike, de annál fürgébb. Nem tudom, mire fogjuk jutni velük, de nekik sokkal nagyobb a végsebességük, mint a miénk. Úgyhogy megpróbálom menni utánuk, aztán egy elég nehéz verseny lesz, szeretnék kibanékú célba jönni. Így van, ugye te régen még ladával mentél talán ezeken a gyorsokon, ugye a 2000-es évek elején, ugye a ladás emlékek visszajöttek kis gyombányáról, meg a többira? Hát, nyomokba sem. A régi itinereket meg kellett volna tartani. Hát nem segít szerintem. Az feltűnt, hogy az út az sokkal rosszabb lett, mint amilyen volt. De ugye a kanyarokat nem nagyon jöttek először. Annál izgalmasabb lesz a verseny. Sok sikert nektek, és azért a ladáknak itt adjátok föl a leckét a Skodával rendesen. Megpróbáljuk, helyes, ez a jó hozzáállás. Skoda Ákos, Pásztor Tamás, köszönik a tapsot. Tényleg azt hiszem, hogy szenzációs közönségünk van itt Győrben. Hát reméljük, hogy ilyen lesz ugye majd a gyorsaságokon is, mert nagyon izgalmas részek következnek holnap és vasárnap is. Vasárnap pedig majd ugye az egész zárul a belvárosi futammal, a belvárosi gyorsaságival, ami... Oh.
érkezik egy Skoda Fabia. Krono Mákos és Pásztor Tamás a céldobogon. Hát nekik is fogunk adni serleget. Kronoméknak adunk, az biztos, hogy adunk egy P12 első helyet. És ez mellé még egy 2WD második helyet is. Van itt serleg bőven. Krono Ákos, Pásztor Tamás, még mielőtt elkészülnek a fotók, Ákos csak egy-egy mondatba. Azért itt a ladák között sikerült szerezni helyezéseket az ORC-be. Elégedettek vagytok? Hát nagyon, mert arra számítottunk, hogy kapunk. Ezért alsó az autónk gyengébb, mint a Zsigulik. A Máté volt a leggyorsabb a versenyen, de neki volt egy balesete, úgyhogy nekünk nem volt semmilyen problémánk, egy lassú defektet kivéve, úgyhogy így megkapott nyerni a versenyt. Szívből gratulálunk, Krono Ákosék tehát! Szépen összegyűlt a serleg itt a Skoda Fabián. Gratulálunk, srácok! Ugye ez az autó jóval gyengébb, mint a ladák, ahogy Ákos is elmondta. De hát a rallyban nem feltétlenül csak a lóerő számít. És azért Ákos egy rutinos pilóta, tudta, hogy be kell osztani az autót, és a versenynek a célban van vége. És ennek meg is lett az eredménye. Yeah.